Csánépek! Bulákmentes szervereket kívánok! Hoztam egy csatát, egy vesztes csatát a BZ-176-tal a lootboxos kínai nagyötlövő rakétás istencsapásával. Igen, most az okosok mindjárt mondani fogják, miért nem mész be középre? Ha ide, oda, hát azért, mert ott nem szeretek játszani. Inkább elmegyek a dombra is, bebizonyosodik, hogy nyilvánvalóan nem lehet ezzel sniperkedni, meg ki is kapunk, de azt is észrevettem, hogy igazából amer én vagyok, ott nem nagyon jönnek át, ameddig én élek. Ez de most sem lesz másképp. Na, megyek speedboost-tal, meg elhasználom az összes rakétát, hogy ide érjek egy darabba, meg valamikor ide érjek. Na, ja és persze, prórovka, mert nyilvánvaló heavy tankkal majdnem mindig itt vagyok, vagy ajatírben, vagy saját tírbe, de top tírbe marha ritkán, na de se baj. Nézzük is, hogy mi van. Feljövök szépen a dombra, mert 10 fokos gándepünk az megvan. Ja és persze a goldot használom benne, ezt elrontom. Hát az ulandéles pontosság, ez eléggé gyalázatos. Lehet, hogy jó lenne rá szerezni majd ilyen lila felszereléseket, mert ezzel ez így tényleg katasztrófa. Na de se baj. Ja, és 22-re töltünk újra. A goldunk az HASH 225-ös PEN 800-as alfa. Lesznek persze szép lövéseim, de hát minden bármiben lehet szép pillanat, de ez nem mindig jó. Na, Emilke! Talán ő neki adok valami hasonlót. Nem adok neki, mert innen sem tudom eltalálni, pedig ne vagyok szűkülve, de se baj. Ja, és akkor a tehet fejét középen szórakozik, majd nekem is lesz egy kis fejfájásom természetesen, mert engem is majd oldalba fog verni, mert a csoki 52 is itt nagyon-nagyon agresszívbe tolja, addig míg szájon nem lököm. Na, hát tehet fejét majd lesz a lehetőség, de innen nyilvánvalóan nem találom el, pedig jó lenne. Be volt szűkülve, de még egy lepattanót sem. Na de se baj. Iron Arni barátunk is itt van, az ő megyék itt vannak, a mi TVP-nk az ott hátul kempel. Jó, persze lesz majd valami haszna, de jobb lett volna, hogyha itt segítkedik. A balacskunk pedig elment szépen a víz mellé, csinekel innen spotolgatni. És most azt hiszem végre sikerül adnom egy lövést valaminek. Csokikának adtam egyet, és a tiédfejét is goldozik. Hát az is eléggé ritka egy példány, nem csodálom, meg nem véletlenül, mert udvarszar egy tank, de nyilván valamikor lehet vele játszani, tehát akármilyen szar egy tank, mindig vannak szép pillanatai. Iron Arni nem figyel. Próbálunk neki adni egyet. Tehát ez megvolt. Nem bánom, hogy az ilyenek nem figyelnek, tehát egy kevés killem azért lesz. Na, és akkor ismét 22-83-ig betöltünk. IS-3, van itt mindenféle fasság. Most aztán lövök neki egy mellét. Már akkor lőttem neki 928-at. Rendben van, tehát igazából lehet ezzel nagyokat lövöldözni, csak support nélkül, meg távolságból felejtsétek le ezt a tankot. Nagyon-nagyon makkos lövés van, kell, hogy betalálni. Jó, persze, nyilván lehet vele, ha beadja, mert én is tudtam pálya másik végéről ezzel előni. Ugyanúgy, mint a KV2-vel, vagy beadja, vagy nem. Ezzel is sikerült a map másik oldaláról lőnöm, de azért annyira arra nem kéne fogadni, sőt, néha közelre sem. Persze ilyenkor jön majd Wargaming az RNG-jével, mint hogy általában szokott lenni. Hát ezt elbuktam, ki is leszek érte spotolva, de most talán adok neki egyet. Nem adok neki egyet, mert így két méterről mellélő gyakorlatilag. Hát ez a BZ, tehát nyilvánvaló, tudom, szar helyen vagyok, miért lövöldözök távolságra. Mi a faszomra lövöldözek, tehát Prohorovkán, bazd meg, tehát bemegyek középre, azaz se vagyok jó, mert akkor meg erre az oldalra lőnének szét engem. Úgyhogy igazából teljesen mindegy, hogy hol szopsz, mert mindenhol szopni fogsz. Tehát heavy tankkal, Prohorovkán, ha csak nem vagy top tíres, vagy nincsen valami normális csapatod, akkor szopni fogsz, ez ilyen egyszerű. Tehát ez nem kell nagy ész hozzá. És akkor már a mi Iron Arnink is visszavonult, mert visszavonult, meg nincs is klikker, mi lenne, ha lenne klikker? Na mindegy, speed boost, akkor minimál HP és ilyes álmunk itt van. Némi azt hittott, be is húzok érte, TVP meg engemlőségben. Miért? Bántottalak? IS-3, 4 HP-n. Persze. Igen, és most akkor meg is kapom oldalról. Bajn. Persze. De azt az autistát, azt nem spotolják ki, tehát
Értem én, hogy nem. Csak azt nem tudom, hogy miért nem. Tehát van ott, és azt sem tudom, hogy Pantera mit keres ott. Tehát most már mondjuk semmit. Viszont az IS-3-at majd elküldöm érte a faszba. 5 hét. Tehát ezt már gondoltam, hogy buktuk is. TeamSpeak-öt vonul vissza, az eleve mindig játssza a passzív scoutkodást, és rá akartam majd lőni arra baromra, hogy az anyád picsáját legalább mozdulj meg. Geci sputtony. De nem képes rá a TVP. Miért lenne képes rá? Talán még annyi jó lövésem lesz, hogy legalább azt a szerencsétlen csoró RHM-et kibombázom, miután odaszűkültem 6 éven át. Már mennyi előnyöm volt vele. Nagyszerű, 7-8. Még annyira nincsen elveszve a balhé, de majd el lesz. Lassan kezdünk kifogyni a HES lőszerből is. Ha jobban örültem volna valami teljesen más lőszernek, de ez bazd meg. Nem véletlen adta Wargaming-gel össze ezt a lőszert ennek a tanknak. A kivezete utálom a HES-t, ezért utáltam a konvojt is, meg az összes többi brit TD-t. Vagy döbbenetszer az a HES lőszer. Na mindegy. És akkor itt egyedül is vagyok itt a dombon. IS-3 meg faszom se tudja, Emil volt még itt. Na, hát akkor próbáljunk meg valamit bütykölni. És tehetfét megint nem jön össze, pedig nagyon célzok. Most már szerencsére is kell. Nyomok speed boostot, hogy kitöltsem az időt, már 10 percet rohangálunk. Megvan IS-3. Hello, Leo! És ez a szűkülési idő. Ez katasztrófa, baszka. Szerintem a lila ilyen bondos genyóval se lenne sokkal jobb. Akkor nem 0-4 lenne, hanem talán... Vagy a pontosan nem 0-4 lenne. Meg a szűkülésünk nem ilyen 5 másodperc, vagy 4. Tehát egy kicsivel jobb lenne, de... Hát nem tudom. Na mindegy. 3 kill. Van láthatóban 2109 damage, 1532 assist, és Balacskóval leszünk nagyon nagy haverok itt a végén. Megyek és segítek majd a TVP-t likvidálni, mert Balacskó szenved vele, hát nyilván 61 HP-n én is szenvednék vele. És akkor gyerek kis köcsög. Mindenképpen meg akartam dugni, mert egyrészt kaptam tőle egy lövést, kettő meg miatta kaptam egy csomó lövést a T7-fehéttől. Na! Jó van, Balacskó. Ügyes vagy. Bármikor, testvérem. 4 kill. Ja, és ő magyar volt, úgyhogy... Testvérem, haver vagy. Viszont próbálok neki segíteni, amit tudok, ki akarok bizniszelni a csatából. Mivel itt még chatbanom volt, nem nagyon tudtam neki írni, és ez karácsony előtt van még, 2022. december, azt hiszem 13-án mentem ezt a csatát, úgyhogy akkor nem tudtam még írni neki, mert nem tudtam. Speed boost, és gyakorlatilag még egyetlen egy lövésem lesz, ha jól sejtem, vagy talán kettő, de nem vagyok benne biztos. És valami sima AP maradta, nem mint a számított volna. De mindjárt elveszítjük a TVP-t is, meg a másik Balacskó az is magyar, mert nem tudok foglalkozni, nem is akarok, és sajnos ide is fog érni az egész hadosztályuk, már hogy megmarad belőlük az a 4, de az éppen elég lesz, mert a TVP-nk beáll a kepkörre, sejtem sincs, hogy miért, mert gyakorlatilag az anonimizálva ennyire képes. Igen, és akkor az Einar Arni szépen megdugja, mert nyilván, hogyha benn vagy a kepkörbe, akkor általában tudják, hogy hol vagy, tehát nem kell ez akkor a IQ. Einar Arnit elrontom, nem rontottam el. Nagyon fasza. Akkor igazából 3130-at láthatóba. Többi nem változott még, és most lesz az a utolsó lövésem. Még nem. Majd lesz. Most betöltöttem a HEAT-ot. Az Iron Man-t akartam mindenképpen kidobni onnan. Aztán jön majd a meglepetés vendég. Tőlem balra fog érkezni. Igen, tudtam, hogy kivők spotovált, az nincsen ebben a hiba. Hát igazából az Iron-nak nem kellett volna félnie. 230 PM-nek mondjuk már inkább. És gyakorlatilag megvolt az utolsó lövésem, és innentől kezdve vége. A Don Kartács is el fogja veszíteni a balhét. Hát nekem nyilvánvalóan nincsen idő betölteni, tehát... igen. Ez a tank sajnálatos módon abszolút és telibeverten, kibaszottul, arra van csinálva, hogy közel harcolj vele. Láthattátok pedig, nem azt mondom, hogy egy high-tech legénységet varázsoltam bele, mert talán most lesz meg a negyedik skill. Azt hiszem valamelyik VZTD-ből varázsoltam át a karácsonyi lootboxos aranyagból a legénységet, mert kínai heavy-m nem volt, így ergo legénységem sem, de így egy picivel talán jobban jártam, és ez tényleg az abszolút közelharc. Jó, persze, nyilván ha az erengi ad, akkor tudsz távolra lősz, de láthattátok, hogy nekem beszűkült állapotában sem nagyon sikerült. Na mindegy, attól függetlenül nem volt rossz ez a balhé.
ugyebár volt látható, nem láthatóba az Erheim, és 5 kill, és van láthatóba 3745 damage, 1532 assist. Szerintem maga a performance az nem volt rossz. Csá népek!